Mint azt ígértem, meg fogjuk csinálni a Little Nightmares DLC-t is. Ugye befejeztük az alapjátékot, eléggé egy elmebeteg játékról van szó igazából. Tehát, hogy nagyon elvont, de épp ezért szeretem. És megígértem ugye, hogy be fogom fejezni a DLC-t is. Szóval kezdjünk bele. Egyébként érdekes, hogy külön Chapter Selection-be kellett a DLC-ket megoldani. Mert hogy külön egy Chapter Selection menüben kellett belépni a DLC-be. Tehát, hogy az alapjátékkal simán csak lehetett játszani, itt meg egy külön ablakot kellett neki alkotni. Jó, teljesen mindegy igazából. Remélem, hogy a mikrofon nem fog elbaszódni egyébként. Volt már alkalom rá. Jó, mindegy, nézzük a Little Nightmares első DLC-jét. Ez Six lenne? Hát, jó. Oké. Ez nem tudom, hogy Six-e esetleg, vagy valaki más. Nem tudom, hogy az alapjáték előtt vagy után játszódik. Aha. Na most itt van egy kis probléma, hogy nem nagyon van lámpánk. Nem nagyon látok semmit. Ezt be tudom tolni. Nem tudom, nem. Irányítás, azt gondolom ugyanaz. Úgy van. Igen, minden ugyanaz. Ez mi volt az a hang? Ez ismerős nekem amúgy ez a szoba. Ez olyan, mint a janitornek a területe volt. Aha, a janitor, valóban. Szóval ez az alapjáték előtt játszódik ezek szerint, mert az alapjátékba kinyírjuk ugye a janitort, és hát levágjuk a kezeit, gondolom meg is hal. Ott lent sétál a pedofil állat. Ott viszi a gyereket. Oké. Most megint a janitor elől kell majd szaladgálnom, az úgy nem lesz jó. Azért a janitor egy elég ijesztő ellenfél volt a játékban. Mert egy ijesztőbb volt szerintem, mint mondjuk a séfek, vagy azok a dagadékok. Aha, itt le van rajzolva a hajó. Nagyon jó. Fel tudok mászni az ágyra, lol. Az ágy mögött van valami? Nincs. Jó, nem tudom, mi értelme van oda bemászni. Hát be lehet. Ó, itt viszont már voltunk Six-szel. Ebben a szobában voltunk ugye az alapjátékban is. Hoppá, pióca. Viszont nagyon zavaró, hogy elég sötét van és nincs nálunk lámpa. De Six-nek volt egy kis öngyújtója. Nekünk most nincs lámpánk. Semmi ilyesmink. Igen, hogy a Six-el ott lent futottunk az elől a szem elől. Az ott egy szobor vagy egy gyerek? Az mozog, az egy gyerek. Menjünk oda hozzá. Mondjuk, ha innen leugrok, szerintem tudja, hogy meghalok. Ezt ki tudom nyitni? Nekifutásból. Jó, nem tudom. Mi most visszafelé haladunk amúgy? Tehát Six-el ugye pont felfelé mentünk, mi meg lefelé haladunk. Ugye itt volt egy törpe az alapjátékban. Óvatosan. Hogy... Volt egy lyuk, ha jól emlékszek. Most már nincs. Vagy nem is volt lyuk. Ja nem, az a ketrec volt. Visszamász, már nem hiszem, hogy vissza tudok. Ja, de ott fel tudok. Na, mindig nem nézem meg most. Na most itt ezt hogy oldom meg? Hátul? Hátul meg lehet vajon? Nem. Aha! Nála viszont van lámpa. Bazzek! Jó, azt elbasztam.
miatt kellett odafutnom. Nem, türelmetlen voltam, már nem bírtam kivárni azt a fél percet. Most hol kezdem? De minden most legalább meg tudjuk nézni, hogy ez a ketrec az még mindig nyitható. Itt. Nem? Nem. Jó, rendben van. Jó, tehát oda nem tudunk menni. Nézzük meg, hová tudunk. Oda a doboz mellé tudunk menni. Igen, oda viszont már nem. Most kell futni, gyerünk. Azaz. Nagyon jó. Oké, nézzük meg, hová néz. Na, itt nem nagyon van hely, hogy elfussunk. Majd ha jobbra fog tekinteni. Most, futás, gyerünk, futás, futás, a doboz mögé. Úgy. Igen. Most lehet menni. Jó, az első akadályon túl vagyunk, nagyszerű. Igen, ugye ezeket a szobákat is néztük az alapjátékban. Dobókockát felvegyünk. A pirosat vegyük fel. Ez ilyen bloodborne-os. Gyerünk. Benn mozog valami. Csak képzelődök. Igen, ugye ezek voltak az elektromos rácsok. Amiket aztán... De most még nem működnek. Pedig Six még tudjuk, hogy nincs itt. Fent ezek a bábok, azok nagyon creepy egyébként. Így a sötétben, meg főleg. Nem tetszik ez a sötét, nagyon nyugtalanító. Na, libikókázzunk akkor. Ó, de fel tudunk menni a zene dobozért, ez rohadt jó. Ezt meg lehetne szólaltatni. Ez egy rohadt jó zenét játszik le. Így van. Igen, ez valóban az a zene. Fun fact, egyébként ezt a zenét állítottam be a PS4-emnek a háttérzenéjének. Tehát mikor bekapcsolom, akkor bejön egy Little Nightmares-es menü, és ez a zene szól a háttérben. Rohadt jó szerintem. Igen, ugye az áramot itt lehet lekapcsolni. Most nem hiszem, hogy le lehet, mert nincs itt semmi doboz, meg minek csinálnánk, ugye? Hey! Ők itt menekülnek. Nagyon jó. Toljuk ide. De azt az üveget ki lehet nyitni? Itt van rajta egy szem. Ez ott nekem gyanús. Na, hát ott megnézem, mi a helyzet. De akkor hogy lehet elugrani? Talán úgy, hogy ezt eltoljuk. Nem lehet rá felugrani szerintem még innen se. De fel lehet, nagyszerű. Na, de miért nem mész fel rá? Halló? Nem akar rá felugrani. Nézzétek meg! Engedelmeskedj a parancsomnak. Na, úgy arról van szó. Ez mi ez? Oké, okay. Valamit kiszedtem belőle. Nem tudom mit, nem tudom, hogy mi értelme volt. Valamit megcsináltok. Lehet valami achievement lesz majd. Hogy ilyeneket össze kell gyűjteni. Mint amilyen az alapjátékban volt ugye ez a szobros mechanika is, hogy össze lehetett törni ilyen szobrokat. Na mindegy, akkor haladjunk tovább. Igen! Ezt a lámpát igazán ide adhatnád, te ismeretlen kisgyerek.
Tehát igen, ezzel a cuccal, tehát Six ezen a cuccon mászott fel, ugye. Tudnék beszélni, az mondjuk egész jó lenne. Rohadt atmoszférikus, amúgy még mindig ez a terület. Hogy kövessük a gyereket. Még a saját nevemet se tudom. Kövessük azt a gyereket. Oké. Okay. Ezt tudom nyitni? Nyilván nem. Jó, nem is próbálkozok. Ezt bele. Aha. Jó, nem nagyon lehet csinálni semmit, ahogy látom. Akkor gondolom ide kell leugrani. Íj! Jó, nagyot esett. Azta. Hájjaj, nem tetszik ez nekem, hogy vízben vagyunk, mert ugye úgy kezdődött a DLC, hogy valami lehúzott minket a vízben. Jöntünk a csatornába most. Nagyon jó. Ó, ja, hogy ezt tolni lehet? Fel akartam rá mászni. Húzni nem lehet esetleg? Dehogy nem. Ezért mondom. De most hova kell ezt húzni? Ja, gondolom oda. Uh-huh. Innen már új a DLC. Tehát eddig ugye nagy részt ismerős volt a terület. Most már abszolút új. Six-el nem voltunk itt lenne a csatornákba. Nem vagy fel rá. Egyébként leírhatjátok kommentekbe, hogy ennek a karakternek mi a neve, mert úgyse fogunk rájönni a játékból. Eleve Six-nek a nevét is tőletek tudtam meg. Na, tehát még mielőtt oda bemennénk, megnézem, van-e itt valami. Hoppá, ezt meg lehet forgatni? Nem. Semmi. Jó. Csak biztosra kell menni, bármi lehetséges lehet. Na, ez az. Itt a lámpa. Elhagyta az a valaki. Erről van szó. Ó, de hát ez másabb, mint az alapjátékban. Ó, hát ez így sokkal creepybb. Ajjaj. Igen, így sokkal ijesztőbb a dolog. Ugye a Six-nek csak egy kis zseblámpája volt. Vagy egy öngyújtója. Nem túl bíztató az a sötétség. Ó, a rohadt életbe. Mi van mi? Pióca. Megint a csatornák, megint víz, nagyon jó. Valami lihegést hallok. Álljatok már meg. Csúsz! A vízben sokkal gyorsabbak a piócák, igen. Ajjaj! Ó, nem mondod, hogy oda kell felmenni. Ne! Ú, bazzeg! Na, ez nem lesz jó. Mert kétszer meghaltam a 15 perc alatt. Ez nem lesz így jó. Igen, nehéz DLC lesz nehéz akadályokkal. Helyes, mert az alapjáték nem volt valami nehéz, ugye? Na jó. Ott le fog mászni még egy pióca a továbbvezető rácsokról igazából. Szóval most valahogy el kell terelni a figyelmüket. Megvárjuk. Ugorj! Gyorsan! Ez az. Nagyon jó. Kapjátok be mindannyian. Vagyis inkább ne kapjátok be, mert piócák vagytok. Szóval... Na mindegy, értetek. Aha. Én már itt megfordulnék amúgy, hogy ezt a hangot meghallom. De a karakterünk bátor, ő tovább megy. Fel lehet ugrani velem? Nem. Itt van egy tök jó óra. Nem tetszik nekem ez a rohadt nagy nyitott terület.
Ez mi az a fény? Hú! Ó, nagyszerű, még több víz. Ez a zene hidegráz tőle. Jó, ott mi az a bábú? Ez megmozdult? Hülye vagyok? Nem hiszem, hogy megmozdult. Nem, mintha megmozdult volna. Édes jó Istenem! Hey, hey, hey! Ott valami történik. Ott valami jön a vízbe. Mi az Isten? Megvan a fő ellenfelünk a DLC-ben. Egy víz alatti szörny. Most egy kicsit megijedtem azért, hogy hajnali kettő van és valami leránt engem a víz alá. Mert nem úgy, hogy játékban van hajnali kettő, hanem most van hajnali kettő. Itt a sötétben játszok egy ilyen elvon morbid játékkal. Na jó, nagyon gyorsan kell úszni, ahogy látom. De hát nem tudok gyorsan úszni, mert ez a max sebességem a vízbe. Menjél, menjél, menjél. Ez az. Takarodj vissza a vízbe. Ott úszik, ott látom a testét. Na jó. Itt valami nagyon nem oké ezen a helyen. Valami rezeg a kontroller amúgy. Miért? Nincs itt semmi. Ha? Most oda kell leugrani? Oké. Okay. Van egy sejtésem, hogy mit kell csinálni. Talán ezt. Igen, és akkor tovább fogunk menni, de most ezek rám fognak jönni, mint az állat. Sejtettem. Gyorsan, 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 gyorsan. Jó, nagyon-nagyon jó. Oké. A biócákat annyira nem nehéz kicselezni amúgy. Hé, itt egy törpöt hallottam. Lesznek törpök a DLC-ben? Nagyon jó. Jaj, ne, mászunk fel gyorsan, mert megint megjön az a hosszú kezű. Lehet, hogy janitor van amúgy a víz alatt. Megtanult a víz alatt lélegezni. Elég nagy keze volt azért. Patkány. Ez itt van egy kar, ami nem működik. Nagyon jó. Na most merre tovább innen? Ott is van egy kar. Lehet, hogy ezt meg lehet forgatni. Nem. Jó, megvan, hogy ezt a kart hogy kell meghúzni. Így. Na, most már valószínűleg működik ez a kar. Ami tök menő még, ez is egy szem. Szemmel van ábrázolva ez a kis gomb. És hát ez egy lámpa igazából. Nem gomb. Most ezzel mi csinálok? Ja? Ja, hogy ezt? Megemelem a vízszintet. De várjátok, már nekem ez miért jó? Ja, mert ott van egy... Aha. Mert ott van egy ablak. Ahol be lehet menni. Itt.
Gyorsan ússz át! Ez az. Nagyon jó. Megint van egy olyan üveg. Csak nem tudok bemenni. Biztos, hogy nem tudok? Hátul esetleg. Ott azon a lyukon nem férek be. Nem. Nagyon jó. Oké. Nagyon creepy amúgy a DLC. Eddig. Jaj, nem, megint vizes terület. Ja, hogy itt. Értem. Megint rezegni kezdett a kontroller. Ez azt jelenti, hogy itt van. Valószínűleg. Itt van a szörny. Aha, ott van, ott úszik. Így gyorsan. Jó. Rá a kanapéra. Állsz már felre. Hú, hallod. Hol a legközelebbi? Ott az a... Nem jó, ne odaugorjunk, hát itt úszik mellettem. Gyorsan erre a cuccra. Ez nem jó. Ne! Bazd meg. Arra a cuccra nem lehet rá menni rendesen. Az első ilyet. Túl nehezek vagyunk. Nagyon stresszes amúgy, mert nem lehet normálisan úszni. Tehát nem lehet gyorsan úszni. Az úszási sebességünk az rohadt lassú. Na, először rá a dobozra. Nem, menj a szutykos kezeddel innen. Aztán rá a kanapéra. Rá a kanapéra. Tovább arra a dobozra. Mász már fel rá. Tovább a hordóra. Azaz, piros hordó. Hova tovább? Ott egy létra. Gyerünk, menj. Oké. Oké. Hú. Na te mocsok, próbálj meg itt fenn elkapni. Istenem. Oké. Most ott van a cső mellett. Várjatok. Na, megvan, hogy hol kell menni. Itt, oda a dobozra és oda a bal oldalra. Na-na! Mász fel rá! Ez nem jó, rohadt közel van. Mász! Jó. Oda. És át ide. Nagyon jó. Ó, itt egy üveg van. Oké. Rendben van. Ó, ezzel le lehet terelni a figyelmét esetleg. Mi az a rohadt nagy fény amúgy? Közben jött egy értesítő. Nem érdekelnek a Fortnite frissítéseit, bazd meg, épp az életemért rohanok. Meg úszok. Jó. Gondolom itt kell felmászni. Ez az. Arról van szó. Felemeljük a hullazsákot. Mi a... És letépte a fejét. Nézd meg, milyen erőszakos. Ott kilóg egy kéz belőle. Ez beteg. Oké. Át a kampóra. Hóruk. Nagyon jó. Édes Istenem, itt hogy fogok átmenni? Itt vannak ilyen halfejek. Halfarkak.
Ezt, vagy ezzel le lehet terelni most akkor? Aha. Nagyon jó. Akkor nem lesz nehéz dolgunk. Gyorsan menjen, 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 menjen. Oké. Így nem olyan nehéz. Hú, na jól van, srácok. Fél óra megy a videó. Ennek tekintetében én szerintem most abba hagynám. Én remélem tetszett nektek. Hát ez a DLC valóban nagyon para. Tehát, hogy itt az eleje már sokkal ijesztőbb, mint az alapjátéknak az eleje, ugye a börtönben, ott csak piócák voltak igazából, itt meg már rögtön nekünk vágnak egy ilyen ellenfelet, akin lehet stresszelni, mert de nagyon lassan tudunk úszni. Különböző trükkökhöz kell folyamodni, hogy le tudjam hagyni őt. Na de én köszönöm szépen nektek a figyelmet, találkozunk a következő Little Nightmares epizódban is, addig is. Sziasztok!